Nem csak a Rosenbaum családnak volt itt a sarokháza a Szent István tér páratlan oldalán, ma már nem létező páratlan oldalán, hanem egy másik híres orvos családnak. Kik voltak ők? Dr. Gebhard Ferenc Paksi háza, ennyi állt azon az 1916-ban postázott képeslapon, ami a gyűjteményemben van, és attól ritka, hogy hibásan, tükrözve tartalmazza az épületet, amit nehezen is lehetett behatárolni, ez most éppen hol van, de sikerült, ez a Szent István tér 5-ös számú épület lehetett, és itt a bazársor sarkától északra épült a közbirtokos német származású Gebhard családnak a háza, 18. század közepétől itt laktak. Ugye a régi piacokán itt a terület lehatárolását úgy is mondhatom, hogy a Tejfölös köz és a Csibe köz határolta területen át az ő házuk. Úgy tudom, volt egy híres akadémikus orvos is a családban. Igen, közismert tagja volt a családnak idősebb dr. Gebhard Xaver Ferenc, 1791-ben született, és az ő orvosprofesszor volt, az ő munkássága, tudományos akadémikus munkássága elismeréséül 1840-ben nemességet és később királyi tanácsosi címet is kapott. Ő a himlő elleni oltóanyag gyártó intézetnek a felállításában működött közre. Azt szorgalmazta, hogy a hazai orvosok minél könnyebben hozzájussanak a himlő elleni oltóanyaghoz. Ő maga sokféle orvoslással foglalkozott. A érdekesség volt, hogy 1824-ben a tanári székfoglaló beszédét magyar nyelven tartotta, szorgalmazta az anyanyelv használatot, az ő munkáiban, műveiben is magyarul írt, és érdekessége még a családnak, hogy az ásványvizekhez is közük van, a Hunyadi keserű víz, illetve a Mohai Ágnes forrás ásványvizekhez annyiban van köze a családnak, birtokolták ezeket a területeket. Gebhard professzor nagyon vonzódott ahhoz, hogy különféle gyógyvizekkel, ásványvizekkel kísérletezzen a gyógyítások során. Úgy tudom, nem Pakson, hanem Budapesten a Kerepesi temetőben temették el. Mi lett közben a paksi birtokokkal? Ugye a gazdálkodás itt a paksi családoknál a Paks környéki közbirtokokon, pusztákon folyt, és a utódok, a Gebhard utódok között ugye egyre jobban elaprózottak ezek a birtoktestek, egyre kisebb birtokon tudtak gazdálkodni, és szintén egy érdekesség, hogy a Bunt családhoz is kötődött a Gebhard család azon a szálon, hogy Gebhard Xaver Ferencnek a húgát, Gebhard Juliannát vette nőül Bunt Gusztáv édesapja, Bunt János, aki ugye 1809-ben keresztelkedett ki. Úgy tudom, a birtokodban van egy nagyon régi recept. Honnan és mikor? Egy aukción találtam rá Gebhard professzornak 1854-ből származó német nyelven kellett ugye írni akkor ezeket a közigazgatási nyomtatványokat, vagy a recepteket is, és ezt saját kezű aláírásra szerepel rajta, úgyhogy ez egy igen érdekes, becses darab a gyűjteményemben. Kinek az életpályáját tudjuk még kiemelni a Gebhard családból? Szintén ismert volt, egy következő generációt, ha ugrunk, akkor Gebhard Xaver Ferencnek az unokája volt, és szintén ilyen néven élt és alkotott dr. Gebhard Xaver Ferenc, az ifjabb, 1872-es születésű, viszonylag rövid életadatot meg neki 1917-ig, ő ugyanis szintén orvoslással foglalkozott, de ő már a tüdőgyógyászattal a betegség, a gümőkóros betegségnek a kór és gyógytanát kutatta, és ebben alkotott. Aztán jött az első világháború, amikor harctéri csapatorvosként dolgozott, kórházvezetőként dolgozott, és egy sajnálatos sors fintora, hogy 1917-ben egy hirtelen lefolyású tüdőgyulladásból sajnos nem sikerült őt megmenteni. Elhalálozott, Temesváron ravatolozták fel, aztán pedig hazahozták és Pakson temették el. És ezt a képeslapot, ami a birtokomban van, ezt a felesége, Koller Clarissa volt, aki egy kék tollal teleírta mindkét oldalán, és részletesen beszámol az édesanyjának írt a Jászberénybe, dr. Koller Kálmánné méltóságos úrasszonynak, beszámol itt a Paks környéki birtokaikról, akár a bochegyi, csámpai, különféle, hogy ott a termések éppen hogy alakulnak, milyen az időjárás. Mi
lett az épületrész sorsa a városrendezési épület bontások során? Igen, ez a Gebhardt ház sajnos nem került műemléki védelem alá. Itt ugye a Bazárstortól északra sarokházként épült, ugye itt is a 70-es évekig működött benne a Vöröskeresztnek a járási székhelye, mellett a kapuajban lejjebb ott volt Magyar Jánosnak a Laci pecsenyéje, ami aztán elköltözött a Kereszt utcába a mételep mellé, és ezt az épületet is lebontották. Amúgy korábban itt egy utca vezetett fel, mégpedig föntről az Attila utcának a kivezetése jött itt le mögöttünk, olyannyira, hogy egy szűk kis utcácska volt, de autóval föl lehetett menni rajta. Itt a végén volt egy elsőbségadástábla is a korabeli képek szerint, és aztán a bontások után pedig teljesen átalakult, és eltűnt a Gebhardt családnak ez a sarokháza. Hogyan került ide, vagy hogyan nevezték el Lengyel-Magyar Barátság Parknak? Itt a bontások után, ugye, amikor kitágították a Szent István teret, akkor álmodta meg, ide tervezte Vas György ezt a csobogó szökőkutas parkot, amit 1981. május 1-én avattak fel, és Takács Miklós tanár javaslatára kapta a Lengyel-Magyar Barátság Park nevet, ugyanis az atomerőmű építkezésén nagyon sok lengyel hegesztőmunkás mérnök dolgozott, akik vasárnaponként a lakótelepről, lévén még ugye nem épült fel a Makovec féle Szentlélek templom, ide jöttek le az óvárosi katolikus templom a misére. Volt, hogy a tatarozásban is segítettek, közreműködtek, és az ő emlékükre kapta ez a park a Lengyel-Magyar Barátság Park nevet.